A csehországi Brnóban léptek tatamira a szekszárdi Gemenc Judo Klub versenyzői. A serdülő korosztályú fiúk ezúttal sem szégyenkezhettek, ketten közülük ugyanis dobogóra álltak. A megmérettetésen 30 ország versenyzői képviselték magukat, Beke Csongor ezúttal második lett. 6 meccsem volt, és az első 5-öt megnyertem, és az utolsó döntőben meg kikaptam, ilyen 10 másodperccel a vége előtt. Fülöp György fiatalkora ellenére is a csapat egyik legstabilabb állandó éremszerzője az elmúlt időszakban. Most a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 6 meccsem volt, abból 5-öt nyertem, 1-et vesztettem, így harmadik lettem. Következő versenyünk az Egerbe lesz, és azt meg szeretném nyerni. A versenyzők tehát továbbra sem tétlenkednek, már most a következő megmérettetéseikre készülnek. Az edzőjük azt mondja, a mostani eredményeik azért is különösen fontosak, mert egy-egy ilyen versenyen nagyjából 30 ország képviseli magát. Itt még Európa-bajnokságot, világbajnokságot nem rendeznek, szóval ha válogató versenyen is vesznek részt, idézőjelben nagyon csúnyán fogalmazva nincs miért, nincs végcél, nem válogató, viszont jövőre már ifjúsági korosztályba fölversenyezhetnek akár válogatottként is, és ezért ez egy egész jó ajánló levél, hogy ezeken a versenyeken szorgosan érmes helyezést érnek el. A fiúk hétvégén már Egerben lépnek tatamira, Beke Csongor pedig hamarosan Lengyelországban tesz ugyanígy az olimpiai reménységek versenyén.